Jó reggelt kívánok! A Magyar Ház Torontóban vagyunk, folytassuk az ételkihordó programot, a második hét végén vagyunk. A 190 adag étel van, minden csomagban van egy leves és két második. Ezeket csomagoljuk most össze, és szállítsuk ki az időseknek a házukhoz, hogy ebédidőre oda kerüljön. Én nagyon örülök, hogy a program részese lehetek. Mi azért csináljuk ezt, mert nagyon sok idős rászoruló magyar honfitársunknak tudunk itt segíteni, akik amúgy sem tudnak könnyen a boltban mozogni, de most meg ráadásul jobban veszélyeztetettek is, mint mi fiatalok. Ezért mi úgy gondoltuk, hogy segítünk rajtuk jó pár magunkkal együtt. Ezen kívül nincsenek esetleg rokonaik, unokatestvérük, gyerekük, unokájuk, akik még ezt elvégezhetnék mi helyettünk, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezzel is tudunk adni valamit a magyar közösségnek vissza, amit mi is kapunk. Hálásak vagyunk, hogy az első két hét nagyon sikeres ételkihordás program végén mondhatjuk, hogy több mint 3000 adag étel lett kiszállítva a rászorulóknak, akiknek segítünk, hogy evel is ne kelljen elhagyják az otthonukat, és megóvjuk őket a járványtól. Köszönetet szeretnék mondani az önkénteseknek, a szakácsoknak, a szervezőknek, az ételkihordóknak, és mindenkinek, aki részt vett ebben a programban, aki bátorít minket, aki támogat. Köszönjük a szervezeteknek a támogatást! Nagy köszönetet szeretnék mondani a Rákóczi Alapítványnak, Alklemé Pap Zsuzsának a nagyobb méretű anyagi támogatásért, amivel megvalósíthatunk még két hetet ebben a programban, hogy tovább segítsük a rászorulókat. Hálásak vagyunk, hogy az összetartozás ereje még erősebb lett Torontóban ebben a kialakult nehéz helyzetben. Kívánunk mindenkinek jó egészséget, vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra!